A Kernanat Group Hungária Kft. nevében szereplünk most a harmadik nagy talajművelősón. Cégünk a Kernanat csoportnak a magyarországi lányvállalata és kizárólagos importőre. Magyarországon 2000 óta tevékenykedünk ebben a formában, kereskedő partnereken keresztül értékesítjük termékeinket. A Kernanat csoportnak a termékskálája az egyik legnagyobb, amely elérhető egy gyártótól, és ez lefedi a talajművelés, a vetés, a növényápolás és a zöldtakarmány betakarítás gépeinek széles választékát. A bemutatott gépeinken megtalálhatók az elmúlt időszaknak a legújabb fejlesztései. Szántásos, tárcsás és kultivátoros talajmunkagépet mutatunk be, mint talajmunkagép. Ekénk a jól ismert LB pakomat elmunkálóval lévő gép, és ezen az idei évtől egy új pakomatrendszer lesz bemutatva. A Kverneland egyedülálló 12 tonás karbonos hőkezelési technológiájának eredményeként a váz 6,3 mm falvastagsága egyedülálló rugalmasságot és szirátságot biztosít a Kverneland ekéknek, ennek ellenére súlya jelentősen alacsonyabb a versenytársak ekéhez képest. Kíméli a traktor felfüggesztő szerkezetet. Hidraulikusan szabályozható pakomat funkciók. Könnyű húzású eke, a hőkezelésnek köszönhetően kopás álló, hosszú élettartamú alkatrészek, alacsony üzemeltetési költségek, alacsony kopó alkatrész árak. Az orbetét és az ekenád megfordítható, így mindkét fele használható. A piacon egyedülálló hajlított ekevas elősegíti száraz évjáratokban az eke talajba húzását. Szántó világbajnokság folyamatos győztese, mind az ágyeke, mint váltva forgató eke kategóriában. A tárcsánk az önmagában új tavalyi évőszellett bemutatva Magyarországon is, illetve Európában az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő Kverneland termékmunapság, és a gép önmagában, illetve a rászerelt vetőegység, ez az idei évnek az újdonsága. Kverneland QualiDisk T5M függesztett rövid tárcsa, 5 méteres munkaszélesség. 2-től 15 cm-ig terjedő munkamészségű tarlóhántás, tarlóápolás, magágykészítés, szántás elmunkálás, száraprítás bekeverés végezhető. 100-szor, 100-szor, 8 mm-es oldalszányváz, 200-szor, 200-szor, 10 mm-es központi váz, robosztus vonórúd. Egyenként gumibakra szerelt tárcsatagok, 6-szoros tömítésű karbantartás mentes csapágyazással, 35 mm-es tengelyen. Kézi mélységállítás, mely opcionálisan hidraulikus. 6 mm vastag, 573 mm átmérőjű. 55-58 HRC keménységű hőkezelt tárcsalevelek. A tárcsalevelek agresszív szögének köszönhetően kiváló a gép talajba hatolási tulajdonsága. 800 mm-es vázmagasság és a 800 mm-es tárcsasorok távolsága kiváló eltömlési keresztmetszetet biztosít a gépnek. Akár zöldrágya bedolgozásnál is eltömődésmentesen üzemel a gép. A tárcsák osztás távolsága 250 mm, így a tárcsák 125 mm-es távolságban vannak, ezért jól átművelik a talajt a teljes munkaszélességben, még 3-5 cm-es munkamélységben is. Egyengető borona és rögterelő lemezek opcionálisan kérhetők. Antipak tárcsás tömörítő hengerek 50 mm-es tengelyen, aktív henger sárkaparóval és rugó terhelésű rögtörőkésekkel, melyek kiváló rögtörő és visszatömörítő hatást biztosítanak. Elérhető 4, 5, 6, 7 méteres kivitelben. Opcionálisan apró magvető felszerelhető. 2,75 méter szállítási szélességű. Az 5 méteres felfüggesztett gép 5398 kg, vonóerőigénye 200-240 lóerő. Werner CTC 4M szántóföldi vontatott nehéz kultivátor. 4 méter munkaszélesség. 6400 kg tömeg. 200 x 200 mm-es központi váz. KAT 3 függesztő karokra csatlakoztatható vonórúd. Gumibakra szerelt mélységállítható vágó és keverő tárcsasor 460 mm átmérővel, amely kiválóan aprítja és bekeveri a felszínen lévő szármaradványokat. Három sorban elhelyezett CLC kapák, 270 mm-es osztással, csavarkötéssel. A kötés oldható és rugalmas. 870 mm vázmagasság. Első-második sor 1500 mm húzástávolság nagy átömlési keresztmetszettel. Második-harmadik sor 750 mm húzástávolság. Laprugós non-stop kapabiztosítás. Melegen hajlított és hőkezelt kapaszárak, melyek a hőkezelésnek köszönhetően rugalmasak, és mintegy 20 cm oldalirányú terhelést is elviselnek, információ nélkül. 5 30 cm-ig terjedő munkamélység. Mechanikus tarlóápoláshoz 320 mm-es szárnyas kapák, új knokon gyors csere rendszerrel szerelve. Gumibakra szerelt egyengető, visszarendező csipkés tárcsasor, amely egyenletessé teszi a kapák utána felszínt, valamint további minimális rögés, és végez. Antipak tárcsás rögtörő és visszatömörítő henger, mely mind száraz, mind nedves körülmények között is kiválóan dolgozik. Az egyes tárcsák között sárkaparok segítik mindig forgásban tartani a hengert. Minden tárcsa között rögtörő kés található, melynek talajnyomása és agresszivitása három fokozatban állítható, így a hengernek kiváló a rögtörő és visszatömörítő hatása. A kultivátor az erőgéptől teljesen függetlenül mozog, így jól követi a talajt. A szárnyakat hidroakkumulátor védi a túlterheléstől, valamint ez garantálja a kiváló talajkövetést a kultivátor mind tarlóhántásra és ápolásra, mind pedig kalászosok és repce alá történő 22-25 cm-es alapművelésre is kiválóan alkalmas, szántás nélküli technológiában is jól alkalmazható és megfelelő vízbefogadásra alkalmas felszínt hagy visszatérre a tavaszi vetésű kultúrák számára. Vonóerő igénye 250-300 lóerő. A kultivátorunk, a CTC kultivátor, amely az idei fejlesztésű, vagy a legújabb nokan rendszerrel, gyors cserélésű kaparendszerrel van felszerelve. Ezen a gépen ez az újdonság. A szemenkénti vetőgép és permetezőgépek között pedig azt a technológiát igyekszünk megmutatni, ami a költséghatékonyságra a terület precíz megművelésére, vetésére, vegyszerezésére vonatkozik. Itt azok a GPS alapú izobusz kompatibilis technológiák, gépek szakaszolása és az átfedések csökkentésére szolgáló megoldásoknak a bemutatása történik elsődlegesen. A permetező szintén egy teljesen új Magyarországon első alkalommal szereplő X-Track C40-es permetezőgép, keret keretfelfüggesztéssel. A Kverneland permetezőgép család legnagyobb tagja, mely felszereltethető minden üzemeltetést könnyítő elektronikus kiegészítővel vagy izobusz vezérléssel. A, B, C változatai 2400-tól 5000 literig elegendő tartálykapacitást nyújtanak a hatékony munkavégzéshez. Több szórókeret típusból választhatunk, 18-tól 45 méterig. Anyaga acél, alumínium vagy a legnagyobbaknál a kettő kombinációja. Háromdimenziós kialakítása nem csak páratlanul stabilá teszi a keretet, hanem egyúttal védi is a fúvókákat. Az utolsó tag automata biztosítással rendelkezik, ha megakad valamiben, kitér, majd visszaáll az eredeti helyzetbe. A kereszt stabil vezetésével nagy szerephez jut paralelogramma felfüggesztése, melynek mozgása nyomástartó akkumulátorral csillapított, fontosság a munkaszélesség és a szórókeret súlyának növekedésével arányosan nő. Szivattyú kapacitásban sem marad el, a nagy tartályok és széles szórókeretek kiszolgálásához 200-500 liter per perc áll rendelkezésre kívánság szerint. Lehet vonórúd vagy tengelykormányzott változatok közül választani opcionálisan, hogy mindig a megfelelő nyomon haladjunk. Vegyszerbe keverő kannamosóval, tartálykeverés és tartálytisztítás alapfelszereltség. Szintén alapfelszereltsége minden Kverneland RAU permetezőnek az egyedülálló ENFO rendszer, mely a permetezés megkezdése előtt gomgyomásra feltölti a permetlévezetéket, így a teljes munkaszélességben egyenletesen kezdhetjük a permetezést anélkül, hogy vegyszert pazarolnánk. A permetezés befejeztével megismételhetjük a folyamatot csak tiszta vízzel, megelőzve így a pangóvegyszerek kicsapódását leülepedését. Elektromos szintjelző és elektromos ági szelep alkalmazásával automatizálni tudjuk a töltési folyamatot, a kívánt mennyiség elérésekor a szelep automatikusan zár a GPS szakaszolás manapság már alapigény. Ezért már egyszerűbb kezelőegységünk is képes erre a Starguide 3 grafikus párhuzamvezető és szakaszvezérlő segítségével. Az elektronikus vezérlés csúcsát az izobusz vezérlésű gépek jelentik. Univerzális izomatstellusz kezelő terminálukkal, ami már magában hordozza a párhuzamvezetés és szakaszvezérlés funkciókat geokontroll programunkban. Ez a terminál képes akár vetőgép és műtrágya szóró GPS vezérlésre is, gyártótól függetlenül. Még több automatizált megoldásra ad lehetőséget, mint például az ErgoDrive forgóautomatika. A cég filozófiája: The Future of Farming. Tehát a mezőgazdaság jövője és a jövő mezőgazdasága. Ennek keretében a legújabb elektronikai és technikai fejlesztéseket alkalmazzuk gépeinkben, illetve lehetővé tesszük a gazdák számára azt, hogy költséghatékonyan, hosszú élettartamú gépekkel tudják megbűvelni azt a területet, amely a használatukban van.